Tavaly a dohány betakarítását követően még nagy üzemben dolgoztak a nyíregyházi dohánygyárban. Kétfajta terméket dolgoztak fel, az idén munkásokkal együtt közel 200-an. Az ULT Magyarország amerikai tulajdonosa úgy döntött, a jövőben ezt a feladatot már nem nálunk végzik. Így a korábbi létszámból alig 10 maradnak a nyíregyházi üzemben. A bezárás és a döntés meghozatát követően megállapodtunk az üzemi tanáccsal, illetve valamennyi érintett dolgozóval a munkaviszony megszüntetésének a feltételeiről és körülményeiről. Gyakorlatilag ez számokban kifejezve azt jelenti, hogy a 25 fő állandó dolgozóból 20 fő től válunk meg, vagy köszönünk el, és a kiszervezett állandóan foglalkoztatott létszámból szintén egy 20 fő. Tehát így összesen ez egy 40 fő állandó létszámot érint. És ezen kívül nyilván ez a döntés azt is jelenti, hogy a feldolgozási tevékenység megszüntetésével nincs szükség szezonális munkásokra sem. Ez mintegy 150 embernek a további foglalkoztatását lehetetleníti el. A vezérigazgató elmondta, közel 1 millió dollárból oldják meg az elbocsátott munkavállalók végkielégítését. Nyilván az idény munkások számára nem igazán tudtunk és nem tudunk, hisz nincsenek jelen pillanatban szerződéses jogviszonyban velünk, tehát munkaviszonyban velünk, tehát nem tudtunk semmit biztosítani számukra. Az állandó dolgozóknak meg nyilván, amint említettem, megállapodtunk az üzemi tanáccsal, illetve minden egyes munkavállalóval. Ez azt jelenti, hogy mindenki a munkatörvénykönyv szerinti felmondási időt, a kollektív szerződés szerinti végkielégítést, amiről tudni kell azt, hogy kétszerese a munkatörvénykönyv meghatározottnak, ezen kívül minden állandó dolgozó 3 havi jutalomnak megfelelő jutalmat kapott, 3 havi fizetésnek megfelelő jutalmat kapott, és azok a dolgozók, akik 2017-ben lettek volna valamilyen szintű törzsgárda címre jogosultak, azoknak ezt az összeget is kifizettük. Az új szervezet szeptember 1-jével kezd működni. A megmaradt létszám a termeltetés integrálását és a leszervezett termések felvásárlását, raktározását fogja bonyolítani.